tiszteletem, jó napot kívánok. Étlapot teszik parancsolni? Bögödje, van-e? Tessék. Hát nem baj, ha nem nagyon, csak hogy bögödje legyen. Ne haragudjon, nem ismerem ezt a bögödjét. Van ennek valami más neve? Karikás Márton vagyok, Marci bácsi. Nem magának, hanem a bögödjének. Ja, van. Tatonyának is hívják, de mondják azt Csibókának. Hát sajnos így sem ismerős. Ilyen embert raknak ide táplálékfelelősnek. Ne haragudjon, főzik vagy sütik ezt a bögödjét? Hát a bözsi az főzi, de azt nem szeretem. A komámasszonyét szeretem, mert az főzi. Most mondta, hogy főzve nem jó. Ahogy a bözsi főzi, úgy nem szeretem. Értem, tehát akkor főzik. Inkább sütik, vagy megisszák. Hogy isszák meg, hogyha sütik? No, ezt kérdeztem én múltkor a bőzsítől, és azt mondja, háj, Marci bácsi, értem magam, mire célozom. Ez valami süteményféle? Hogy lenne sütemény, amikor nem az? Értem, legalább azt tessék elárulni, hogy miből készül. A diót azt ne tegyenek bele, nem bírja a gyomrot. Ez valami fő étel? Hát, hogy lenne fő, amikor az ember csak úgy mellékesen bekapkodja. Na, mindjárt megmondom, hogy mit tetszik bekapni. Na, maga most csúnyán gondolt, fiatalember. Megveri a jó Isten. Tessék parancsolni az étlap, jó? Hát, nem blokkok én ezzel, jó? Tessék választani. Hát, na, nézd már, ezen nincs is semmi. Lapozni úgy, jó? Micsoda firle francos étel. No, ez mi? Karda? Beáta. Nem kérem, az cordon bleu, sonkával és sajttal töltött sertés. Szegény sertés visíthatott, amíg bele tuszkolták a sajt. Értem. Hozhatom? Rizzo Otto. Na, mi falunkban is van egy Otto, de az Kovács Otto. Nagy belák ember. Nem, a risotto az zöldséges rizs. Nem, töke hal. Hát nem tudtam, hogy töke van a halnak. Töke hal. Nagyon finom. Hozhatok egy szeletet belőle? Várjon már. Ha már ide tolta a pofám mellé, elolvasom ezt a könyvet. Tessék olvasgatni, addig én tovább megyek, majd visszajövök. Nem, maradjon nyugodtan már. Szinte megkedveltem azt a bamba képit magának. Értem. No, ez itt mi? Holba Hotel Lanc. Ők támogatják az étlapunkat. Én meg már majdnem megrendeltem. Mi lenne, meg tetszene kóstolni értelmünk specialitását, a seletoni burgonyajavát? Burgonyajava? Hogy héja van a burgonyának, hallottam, de hogy java? A seletoni burgonyajava, az paprikás klumpli, áfonyalekvárral. Na, azt mi nálunk meg mosléknak íják a faluban. Mondja, húsétel van-e? Hogyne, miért tetszik parancsolni? Hát, amit át tudok látni a fogsoromban. Értem, de mit? Marha, sertés, csirke, hal? Na nem, most fősorolja az egész állatkárt. Van vathúsunk is. Nem, hozzon nekem egy szelíd tehén szeletet. Értem. És milyen köretet? Köretet nem kérek hozzá, rizsát hozzon. Angol, spanyol, kínai. A fehér. Értem, szóval szelet sült felsál kínai rizssel. Várjon csak! Igen? Na, mégsem nem azt ott. Jaj, bácsi, tessék már eldönteni, vagy tessék szépen hazamenni. Igen, itt nem szolgálnak ki egy ilyen magamfajta idős hülye embert. Én a ombudsmanhoz fogok fordulni. Jaj, tessék, nézd, most már két asztalnál is várnak rám. Várjanak rá, érnek, ott várjanak. No, olyat hozzék nekem kell. Lajoska, mit hoztál a kettes asztalhoz? Bögödjét. Bögödjét? Hát, meg mi a rossz?